Minden magyar. Petőfi Rádió. Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával. És a Légüres Tél zenekarral, lassan kell mondani, és koncentrálni kell, hogy jól mondjam, Légüres Tél. Sziasztok! Sziasztok! Bognár Balázs, Szabó Péter és a Domonkos Balázs a stúdióban. Láthatod is őket a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Pécsi gyökerekkel rendelkeztek, de most már itt Budapesten tevékenykedtek egy ideje, és én úgy tudom, hogy hát azért már egy jó 15 éve ti különböző formációkban azért zenélgettetek, de aztán... nem tudom, mint 2019, ugye? Akkor gondoltatok egyet, hogy... Talán még előbb. Uh-huh. De 19-ben? Nem, az tavaly, mikor ez vagy? De nem tudom, igen. Fel kell már írni ezeket. Számokban akkor nem vagytok annyira jó. Már hogy ilyen számokban, másfél számban mindjárt kiderül. Na, tehát gondoltatok egyet, hogy akkor itt a külön utakat egybe csoportosítjátok, és akkor megalakult a Légüres Tél nevű zenekar, és akkor meséljetek magatokról egy kicsit. Nos, igazából valószínűleg mind a hárman teljesen különböző srácok vagyunk, csak a hülyeség ugyanaz. Legalábbis gyerekkorunk óta ugyanazokon nevetünk, meg poénkodunk, és... nem csak azért, mert Pécsen, vagy Pécs az Los Angeles Magyarországon, de hogy nyilván mindenkiben benne van egyszer, hogy milyen jó lesz zenekart csinálni. Akkoriban nagyon ment a Red Hot Chili Peppers nálunk, és azért is kezdtünk el, mert hogy menőnek. Mert az olyan menő. Aha, igen, hát az kívülről nagyon menő csapat, igen, a mai napig. És akkor minden, hát igen, van, aki Michael Jackson után, van, aki Red Hot Chili Peppers után, és hát ugye lehetne sorolni. Tegnap is volt itt egy csapat, őket is inspirálta például a Red Hot Chili Peppers, és egyébként még sokan mások. Na, zeneileg mire számíthatunk ebben az órában? Hoztatok ugye ti is 5 dalt. Nos, az meg még inkább, mert nem tudjuk nagyon behatárolni. Mondhatnánk alternatívnak, mert de azt már sok mindenre lehet mondani. Most múltkor beszélgetünk, azt mondta Balázs, hogy esetleg ilyen hangulat, vagy hogy fogalmaztad meg ezt pontosan? Nincs nálam mikrofon, úgyhogy őt most nem halljuk. Filmbe is illő lehetne, de nem mindegyik. Azért nyilván szeretünk rockolni, hogyha megkívánja a zene. Nem hát tudom, akkor konkretizáljuk a dalokat, a Szívem című lesz az első. Ez mi tudhatunk erről, hogy készült, mi az üzenete, ha van egyáltalán üzenete? Lényegében ez egy szakítós dal, csak nem, tehát nem a mesélő szemszögében, pont hogy fordítva az, aki elszenvedte a szakítást. Aha. Bár mondjuk ez igazából most már tényleg ugyanaz, na mindegy. Szóval azt gondoltam, hogy ez így menő. Na, hallgassuk meg aztán, akkor majd a hallgatók is reagálnak rá. Szóljon inkább zenében, hát hogy jobban értjük. Szívem, ez szól már is a Légüres Tél zenekar jó voltából, akiket élőben láthatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban. Nem érdekel, magában fekszik, nem hagy el. A szívem messze szédül el, a rossztól már nem bújok el. Ha nézek, látlak, ott vagyok, a szív nem ver, de jól vagyok. A szívem más nem érdekel, ez így jó lesz, így csak el. A szívem könnyen enged el, lehet, hogy így már nem fogy el. Hozzád már nem indulok, jót már mások oldulok. A szívem más nem érdekel, ez így jó lesz, így csak el. A szívem könnyen enged el, magányból nem lesz térdepel. A szívem más nem érdekel, ameddig ver nem múlok el. Mm.
minden más nem érdekel. Magában fekszik, nem hogy el, a szívem messze szédül el. A rossztól már nem bújok el. Ha nézlek, látlak, ott vagyok. A szív nem ver, de jól vagyok. A szívem más nem érdekel. Ez így jó lesz, így csak el. A szívem könnyen enged el. Lehet, hogy így már nem fogy el. Hozzád már nem indulok. Jót már mások oldulok. A szívem más nem érdekel. Ez így jó lesz, így csak el. A szívem könnyen enged el. Magányból nem lesz térdepel. A szívem más nem érdekel. Ameddig fel nem múlok el. Szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban. A légüres tél, és mindenki vigyázva áll, mert mondtam, hogy jövünk! A Petőfi Rádió Facebook oldalán lehet is azt látni, ami ugye itt a stúdióban történik, ilyenkor 11 és 1 óra között, és az már kiderült a légüres télről, hogy a srácok Pécsről származnak, de most már Budapesten tevékenykednek, és egy az érdeklődési körötök. Nem egy a tetkótok, mert... Ott látom, hogy vannak különbségek. Én csak szeretem. Ennyi. Peti még nem döntött. Ja, tényleg, egyszer összeültünk házi tetkót csinálni, és a Ajaj. Peti kapott egy F-kulcsot a nagy lábujjára. Már nem látszik sajnos. Aj, akkor nem volt annyira jó a technika. Nem, határozottan amatőrök voltunk. Piercing is van? Valahol? Ha már így rátérhettünk a lényegre. Csak a kis arcomon, a de tetkon kívül... másnak. Nem, én vagyok ez a csúnyabban kinéző. Uh-huh. De akkor így hozod ezt a rocker stílust így picit kinézetben is. Próbálkozom. Oké. Egyébként, tehát ugye itt az előbb kibújtatok egy kicsit ilyen angyalbőrből, ahogy itt fogalmaztam, ugye a dal közepén azért megérkezett a rokkosabb vonal, amit ígértetek, meg ez a Red Hot Chili Peppers-szerű hangzás, de hát igazából, hogy milyen is a zenei világotok, azt hát Balázs, te magad se tudtad annyira megfogalmazni. Nem, egyikünk sem. Ezt akkor majd adás végére talán sikeresen megmondjuk. Több éve gondolkodunk ezen, úgyhogy... Igen? Nem tudom. Akkor meséljétek arról, hogy honnan a név? Onnan, hogy Pécsen van egy fesztivál, a Made in Pécs fesztivál, ami mindig télen van, január első hétvégéjén, és ott lépegettünk föl, amikor újra összeálltunk. Azóta, az első ottani koncertünk óta gondoljuk, hogy akkor folytassuk ezt normálisabban is. És a nevet gyorsan ki kellett találni, akkor télen van, meg mit tudom én, elkezdtünk hülyéskedni, és... És ez lett belőle. Ja. És maradt így. Igen, jó. Valaki azt hitte, hogy ez poén név, és még ki is sorsoltak valami nyertes díjat, hogy ilyen legidiótább név. Hogy ez nem poén volt.
De jó, mert egyébként az ember megjegyzi, mert kicsit olyan különleges, meg hát nem is lehet gyorsan mondani, ugye koncentrálni kell, hogy az ember normálisan ki tudja, van egy légüres tél. No, következő dalotokkal kapcsolatban én úgy tudom, hogy végig próbáljátok fenntartani benne a feszültséget, és hogy ez egy általatok megfogalmazva idegesítő téma. Igen. Ez pontosan igen. Mit is jelent? Egy olyan személy, aki folyamatosan próbál ugyanazt és ugyanazt próbálja ugyanazt is ugyanazt súlykolni, de már idegesít az egész. Uh-huh. Lényegében. És akkor ezt fogjátok ti most zenében megmutatni, aha, hogy ez milyen is. Lényegében egy... De ugye nem fognak elkapcsolni sokan. Nem. De, jó? Tehát azért annyira nem lesz idegesítő. Gondoltam, hogy van, de nincs a szövegünkben semmi. Oké. Okay. Na, hallgassuk meg. A címe Nem figyel. Itt a Petőfi Rádióban, a légüres tél élőben. Láthatod őket a Petőfi Rádió Facebook oldalán, és YouTube csatornáján. Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával. Légüres tél élőben itt a Petőfi Rádióban. Nem tudtam, mikor lehet megszólalni, most eljött az idő. Egyébként a zenei világotokat ugye még azt mondtad, hogy nem sikerült behatárolni, de Norbert üzent, segítek Bazsi, egyszer azt mondtad, agresszív pop. Nem, azt egy másik zenekarra mondtam.
Na jó, meg lesz ez az iradás végére. A légüres télagyom az élő stúdiókoncertet itt a Petőfin. Ha te zeneileg be tudod őket kategorizálni, segíts nekünk. Léci. Akár a Facebook oldalon is megíratjátok. Vagy a 0630303380-as SMS számon. Mindjárt innen folytatjuk. A stúdióban a légüres tél zenekar, akiket látod is a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Jó ez, jók vagytok, csak így tovább, jó lesz ez, ilyen üzenetek jöttek. Hát lehet, hogy akkor így sikerült zeneileg behatárolni, hogy ez a jó lesz, vagy ez jó, lesz. Jó kategória. Egyszer majd jó. No, ugye azt mondtátok, hogy egy az érdeklődési körötök, hát nyilván a közös pont a zenélés, de ezen kívül mit lehet még rólatok tudni? Nekem vannak olyan információim rólad, Balázs, hogy te, azt hiszem te vagy az, aki jó koktélokat tudsz keverni. Ó, igen, igen. De ezt tanultad, vagy csak úgy kísérletezgetsz, és nem, ennek sokan örülnek? A Schrödinger macskájában dolgozom, ahol a jó barátom és kollégám tanított meg mindenre. Lényegében kellett neki egy ember, aki ki tudja segíteni, és megbízható. Ez én voltam elvileg, úgyhogy ott dolgozok. Tehát akkor a zenélés mellett van más meló is a többi csapattagnak is? Igen. Peti, igazából biztonság technikai, mi vagy? Mindenes. Mi vagy? A Bazsi pedig vágóként végzett az SFN, és abba dolgozik. Mosolyog, úgyhogy biztos így van, elhisszük neked. Ez rock a javából szerintem, Piroska írta, amit játszotok. Na, valóban jogos, hogy vannak olyan felhangok, úgyhogy alter rock. Alter rock, jó, maradjunk akkor ezen a nyomon. De még Még azért vannak meglepetések? Jó, nem félek a farkastól, ez lesz a következő dal, meséljetek róla. Nos, ez elektromos dobbal történik. Ilyenkor a Bazsi jobban bele tud feküdni a billentyűkbe, úgyhogy egyszerre szintizik, elektromos orgonázik, és még állítja a dobgépet is. Aha. Jó, hát azért ott előtted is van jó pár kütyű, ahogy én azt láttam a lábadnál. És szoktam én is steppelni, igen, de... Steppelni, hát várjál, azért balett mozdulatoktól elkezdve volt minden, meg csámpázás. Én azt néztem, hogy honnan tudod, hogy mikor mit kell lenyomni, és van, amikor félre nyomsz, vagy mindig sikerül eltalálni. De abból néha lehet, hogy jó dolgok sülnek ki. Uh-huh. Jó, én koncentráltam itt az előbb, hogy sikerüljön. Néztem, hogy nagyon komoly mozdulatok voltak tényleg, majd nem tudom, hogy ez kamerában mennyire lehet mutatni, de akkor jöjjön a Nem félek a farkastól itt a Petőfin élőben a Légüres tél zenekartól. Hajrá! Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával! Nem tudom, hogy mi vagyok. Körbe-körbe
repülnek felettem, és én nem tudom, hogy ki vagyok, nem tudom, hogy ki vagyok. Felém szállnak, letépik a bőrümet, és nem tudom, hogy mi vagyok, nem tudom, hogy mi vagyok. A légüres tél élőben itt a Petőfi Rádióban. Hát micsoda érzéki szívek vannak itt a csapatban? Kösz! Na hát van egy ilyen másik zenei világ is. Ez jó, ez nekem tetszett. Köszönjük szépen! Nekünk is. A legjobb együttesek Pécsről indulnak. Hajrá, Eszter küldte a Facebook oldalunkon. Ugye mindig lehet szépen látni a Hajrá Magyarokat. Azaz ilyenkor a stúdióba be lehet nézni a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. És mindjárt folytatjuk is tovább az élő stúdiókoncertet egy olyan dalnak, amihez videoklip is van, úgyhogy majd erről is beszélgetünk itt a Petőfin a Légüres Tél zenekarral. A stúdióban a Légüres Tél zenekar, akiket láthatsz is a Petőfi Rádió Facebook oldalán és a YouTube csatornáján. Hát van, aki már tudja, hogy hol fogtok fellépni, úgyhogy ő nagyon várja. De még mielőtt itt beszélünk a jövőről, jön egy olyan dal most, amit elsők között dobtatok ki a mindenféle oldalakra, mert azt gondoltátok, hogy ez az, amivel jó lenne, hogyha az emberek megismernének titeket, ez a Kanyon című dalotok. Videoklip is van hozzá. Igen, igen. Lényegében ez az egyetlen egy dalunk, ami ki van adva, de hamarosan készül egyébként az Enyészpont nevezetű EP-nk, amin már 3 dal lesz. Új 3 dal, régi új. De igen, a Kanyon volt az, ami elég erőteljes volt. Nagyon gyorsan lett kész. Így éreztük benne a bugit, úgyhogy... Hogy születnek nálatok egyébként a dalok? Így összeálltok egy, mint a próbálnátok, és egyszer csak lesz belőle egy dal? Elkezdünk vagy... improvizálni, vagy valaki benyom valamilyen effektet, és akkor... Ez tök jó. És akkor azt visszük tovább. És úgy, a dalszöveg? A dalszöveg meg valaki magára vállalja, hogy kinek jut most előbb eszébe rá dolog. Uh-huh. De akkor gondolom saját ötletekből inspirálódtok már, hogy saját ilyen élethelyzetekből. Igen, vagy egymáséból. Minden esetre azt is megbeszéljük egymással, hogy az a szó, vagy az a szövegrész jó-e, vagy nem. Úgyhogy mindenki beleszól mindenbe. Uh-huh. Van egyfajta közvetítő szerep is a dalokban? Hogy érzitek, vagy csak csináljátok, aztán ezzel még nem gondolkodtatok? Lehet, de mondjuk így... Inkább megmagyarázni nagyon nem szeretjük magát a dalokat.
legyen mindenki feel free, hogy mit érzel belőle. Nyilván a miénk az megvan. És a, például a Most érkező kanyon című dalhoz a képi világ, ott volt valamiféle gondolatiság, valami ötlet, vagy mi alapján indultatok el? Hát erről inkább a Balázs tudna beszélni, mert ő ért hozzá jobban, de... Nincs előtte mikrofon, hát... a kutyafáját. Gyere ide! Sikerült? Na, meghallgatjuk. Igen, mert hát én belekukkantottam, és nem, kecskefejeket lehet benne látni, vagy valami hasonló, vagy igen, mi volt az elgondolás? Hát nekem van egy rendező barátom, a Tóth Lili Laura, és megkértem, hogy nézze nekünk egy klipet. És még ezelőtt én csináltam egy ilyen kis videót, amiben összevágtam. Tehát alapötlet az az volt, hogy valamilyen verekedés vagy harc, de nem akartam ilyen tipikus, nem tudom, ilyen keménykedős, verekedős valamit, és összevágtam ilyen YouTube-ra letöltött kengurús, meg mindenféle állatos videókból valamit, hogy megmutassam a többieknek, hogy kb. Miről gondolok, és ez nagyon tetszett neki, kenguruk visszaharcoltak, minden, és ezt akartak ám mondjuk klipbe, de hát ezt nyilván nem hoznám fel a napja, meg az ilyenek, és ezzel az ötlettel mentem Lilihez, aztán együtt kicsit átbeszéltük, aztán rábíztuk, aztán szerzett magának egy stábot, egy csodás stábot, és Pilis Jászfalon leforgattuk egy nap alatt. Mm. És nagyon büszkék vagyunk rá, mert nagyon ügyes volt benne mindenki. Na, ezt majd meg lehet nézni mindenkinek, de most előtte is meghallgatjuk élőben a Kanyon című dalt, amiről eddig beszéltünk itt a Petőfi Rádióban, a Légüres Tél nevű zenekartól. Mindent láthatsz itt a stúdióban a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!
elengedem, 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 elengedelem, elengedem, elengedelem. A stúdióban a légüres tél, akiket még mindig láthatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, már csak pár percig, hiszen most már lassan véget ér a műsoridő mára, viszont van még egy dalatok. Egyébként mielőtt rátérnénk, azért azt áruljátok el, hogy milyen terveitek vannak mondjuk erre az évre. Nagyon nagy szerencsébe volt részünk, hogy nem csak ide el tudtunk jönni, hanem a Fishing on Orfűre is el tudunk menni, plusz aki itt akar velünk Pesten találkozni, akkor az Aurórába tudunk majd találkozni, és majd mindent kiírunk, hogyha bekövettek, kövessetek be. Uh-huh. Lájkoljatok. Igen, hát egyébként egy kis kulisszatitkot elárulva, akkor azt is lehet látni ott az oldalaitokon, hogy hogy érkeztetek meg, és aztán a dobfelszerelés szerencsésen szó szerint megúszta. Hát igen, a felső tamasz beleborult a Dunába. Az még mindig jól szól. Megmenekült, ez a lényeg. További információk a közösségi oldalakon. Így. Veletek kapcsolatban. No, légüres tél, elmondtátok oké, hogy milyen fellépések lesznek, de albumkiadás, az is napi renden van, én úgy tudom. Nos, egy EP-nk lesz. Mm-hmm. Maga egy teljes albumot még nem tudjuk, hogy mikor fogunk. Lehet, hogy lenne rá elég számunk, de még rengeteg simításon kell átesnie. Mm. Kicsit lassan haladunk, de szerintem ezt feloszlunk, kiadunk egyet. Na, hát azért nem így kell hozzáállni. Gyúrjátok ezeket a dalokat, és akkor majd jön neki szép számmal. No, van még egy utolsó itt a sorban, keserű a szám. Egy megtörtént eseményt mond el lényegében, amiben még egyszer beleél magát a mesélő. Ezt tudom róla. Ezt árultátok el legalábbis egy adáson kívül. Igen. Ennyi, nem kell ezt túlmagyarázni, jó? Oké, keserű a szám itt a Petőfi Rádióban a légüres téltől, figyelj! Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával! Most úgy döntöttem, álmaim csendben felejtem. Nem is baj talán, ha nem szól hozzám, jobban is alszom, ha csend van már. Ha érkezem, rossz indulat vár, az sem segít, hogyha kritizál. Oh,
Hopp, köszi. Ez volt a légüres tél itt a Petőfi Rádióban, és a mai Hajrá Magyarokkal le is zárjuk a Hajrá Magyarok első évadát. 161 élő stúdió koncert után ugyanis itt az ideje, hogy egy kicsit szabadságra küldjük a zenekarokat. Persze ez csak a Hajrá Magyarokra vonatkozik, a fesztiválokon és koncerteken továbbra is találkozhattok majd kedvenceitekkel. És ezúton szeretném megköszönni az összes zenekarnak, akik idejüket nem sajnálva ellátogattak hozzánk, és köszönöm továbbá, illetve köszönjük a 9 hónapnyi munkát technikusainknak, Sia Dávidnak, Pink Edvárnak, Ötvös Balázsnak, Bedák Józsefnek, Horváth Milánnak, Jámbor Tanásnak és a többieknek, illetve Zivcsák Gerdának a nagyszerű szervezést és a háttérinformációkat. Azt is tudnotok kell, hogy az A38 hajó videós csapata nélkül csak hallottátok volna ezeket a koncerteket, de nekik köszönhetően láthattátok is, hogy mi minden történik itt a stúdióban, úgyhogy nekik is köszönünk szépen mindent. Nagy puszi! Állandó koncerthallgatóink és a zsűritagjaink pedig szintén nem maradnak egyébként majd fellépők nélkül, ugyanis hétköznap 13 és 14 óra között az eddig elhangzottakat majd megismételjük, úgyhogy újra és újra át lehet élni ezeket a fantasztikus pillanatokat. Mindenkinek élményben gazdag nyarat kívánunk, szeptemberben újra jön tehát a Hajrá Magyarok, köszönjük a légüres télnek nagyon is. Nagyon szépen köszönjük. És ez csak egy ilyen kis félbúcsú, mert innen még a műsor azért folytatódik tovább. Holnap indul a Nyár 24 a Dunán, és a részletekről Rátonyi Kriszta, junior primadias műsorvezető mesél majd a hazaiban, vagyis a folytatásban. Mindjárt kezdünk, jön Szakács Gergő is. Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfiradio.hu oldalon. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.